Magyarországon ilyen még nem volt. Füredre hozták ugyanis a Soling hajóosztály páros versenyeinek Európa-bajnokságát. A látványos versenysorozatban meglepetésnek számított, hogy a világbajnok Doreste a négyes döntőben kétszer kikapott, és így csak negyedik lehetett. A döntőt a dán Stig Westergaard és az olimpiai bajnok Jochen Schumann vívták. Tehát most közeledik egymáshoz a világbajnok Schumann és Stig Westergaard, a dán versenyző. A cél az, hogy szabálytalanságra kényszerítsik az ellenfelet. Nagyon bonyolult szabályok uralkodnak ebben a meccsrészben. Pontosan 3,5 perc múlva kell majd áthaladni a kék zászló és a zsűriai árbóca között lévő képzeletbeli vonalon. A Westergaard, a 111-es dán mögé került a Schumannnak. Most elméletileg a Schumannnak is egy ugyanilyen manővert kéne majd csinálni, hogy megpróbáljon a dán mögé kerülni, de ez nem kötelező, és most a Schumann nem is ezt próbálja, bár már mindjárt már is elkezdte. Hát vetítette a vitorláját, ezt falzolásnak hívja, és a dán mögé került. De hát ez még nem jelent semmit, mert a dánnak lehetősége lesz ugyanezt megcsinálni, amit mindjárt el is fog kezdeni. Jelen pillanatban a dán elől van, de a Schumann van mégis kontrollban, mert amikor a vonalhoz érnek, akkor valószínűleg a dánnak le kell lassítani, mert azt hiszem, hogy még 30 másodperc van hátra, már elképzelhető, hogy nem. És amennyiben lelassít, akkor a Schumann szabálytalanságra kényszeríteti, vagy eléválhat. 15 másodperc múlva lesz a rajt. Itt olaszul számolják mögöttem a másodperceket. Schumann most fordult, és ebben a pillanatban el is rajtolta. Szabályos a rajt, és Westergaardnak jobban sikerült, mint a világbajnok és olimpiai bajnok Schumannnak, úgyhogy nagyon érdekes versenyre van kilátás. Most Schumann megfordult, és helyet kell adjon Westergaardnak, mert a Westergaard, akinek balra dől az árbóca, tehát jobbról kapja a szelet, az a útjogos hajó. Westergaard rögtön ráfordult, Schumann kifordul alól. Gyakorlatilag ez így fog menni egészen addig, amíg valamilyen definitív távolság nem keletkezik a két hajó között. Gyakorlatilag ez a páros versenyzés, vagy angol nevén match racing, az a versenyforma, amely lényegesen izgalmasabb és érdekesebb, mint a hagyományos flotta verseny. Az Amerika kupán is ebben a versenyformában dől el az Amerika kupa sorsa. Egyébként az itt lévő versenybírók közül az egyik, vagy talán kettő is rendszeresen bíráskodik az Amerika kupán. Schumann egyébként 3-0 arányban verte meg dán ellenfelét, így nem csak Európa bajnok, de jogosult jövőre a Cadizi VB-n való indulásra is. 1984-ben jártam a Balatonnál először. Sőt, az volt életem első Soling versenye. Ez a helyismeret nagy előny lehet számodra. Ez itt nem számít. Itt van az aktuális világbajnok, Doreste, a norvégok, a dánok. Így nagyon kemény mezőny állt össze. Ezek nagyon okos, rutinos versenyzők, hamar hozzászoknak a körülményekhez. Ezt a kis előnyt más dolgokkal egyenlítik ki. Olimpiai kvalifikációid? A német csapatban még nem dőlt el, hogy ki jut el az olimpiára. Ez a verseny is beleszól majd. Ez az első állomás. Reméljük, hogy a tél folyamán sikerül jó pozíciókat kivívnunk. A végső állomás pedig a 96-os világbajnokság lesz, Olaszországban.